Voltak, akik a játékokat csiszolták vagy festették le, mások a mászókákat mosták át, vagy éppen gazoltak. A kéti óvodába járó gyerekek szülei közösen dolgoztak egy egész délelőtten át, hogy a gyerekek szebb környezetben töltessék a mindennapjaikat. Ennek a mászóka csúszdaháznak a tetejét kezdtem el tisztítani, lemosni körbe a nájlont, vagy ezt a tetején ezt a műanyagot. Aztán közben itt a fiúk meg ássák az alját, homokot terítünk le, hogy a gyerekek balesetmentesen tudjanak játszani. Szerintem minden szülő számára fontos, hogy a gyereke a legjobb, vagy a legszebb, legotthonosabb környezetbe tudjon, vagy tudja a mindennapjait élni. Ezért szerintem minden szülőnek fontos volt ez a mai nap, hogy segítsük a gyerekeket, hogy a mindennapokban minél szebb helyen tudjanak játszani. Néhány méterrel arrébb a férfiak a homokozót tették rendbe, és helyezték le a játékokhoz nemrégen beszerzett új gumiszőnyeget. Az összegyűltek itt egy ütéscsillapító rendszert telepítenek. Igazából ez azt hivatott, hogy ha gyerekek esetleg leesnek a mászókáról, akkor ne sérüljenek meg, ne ütődjenek meg, ezzel védve a testi épségüket. Igazából összefogásban történt az egész, tehát a szerszámukat, ecseteket, különféle segédeszközöket, ezt minden a szülők tették hozzá ez a munkához. Nekem nagy vágyásom volt, hogy az óvoda udvarát egyszer nagyon-nagyon szépre csináljuk. Az új játékunkat már megvettük az ősz folyamán, de nem volt lehetőségünk rá, hogy beállítsuk. Most az történik annak a beállítása, és szerettünk volna festeni, de sajnos az idő közbeszólt. Előkészülünk a festéshez is, valamikor egy délután nekiveselkedünk is, az is nagyon szép lesz. A játékunkat csoportpénzből vettük, az ütéscsillapítót pedig az alapítványunktól kaptuk, és reméljük, hogy a gyerekek hétfőn nagy örömmel veszik. Igaz, hogy már látták, mert betonágy alapja készen volt, és megbeszéltük, hogy hétfőn, ha érkeznek, akkor az új játék várja már őket. A település polgármestere azt mondja, a szülőkből és hozzátartozókból álló önkéntes csoportot pillanatok alatt sikerült összeszervezni a nemes cél érdekében. Annak nagyon örülök, hogy ilyen társadalmi összefogás van. Nem csak a óvodás szülők, hanem a nagymamák, illetve olyanok, akiknek már nincs óvodás gyermekük, vagy óvodába járó unokájuk, azok is itt vannak. A kéti óvoda udvarának munkálataival a szülők kora délutánra készültek el. És ez a legújabb kis játék, amit éppen most helyeztünk be, illetve most az ütéscsillapító ágyazatot készítjük neki, ez is arra szolgál, hogy egy olyan készségfejlesztő technikát mutasson be a gyerekeknek, ami szerintem hasznos nekik. És ha ezzel most elkészülünk, akkor ha ugye körbenézünk az udvarba,
akkor már látjuk, hogy ide már nagyon több játék nem fér, és minden olyan játék megvan, és viszonylag lényegesen újak, tehát az elmúlt pár évben lettek telepítve, ami az óvodaudvarnak a hasznosságát nagyban emeli. A kéti óvoda udvarának munkálataival a szülők kora délutánra készültek el.